Üdvözlöm a kedves nézőket, mai játékunk a Salon Simulator. Mivel legutóbb ott hagytuk abba, hogy megvolt az első napunk. A másik capture card úgy döntött, hogy folyamatosan lefagy. Most meg ez a másikon a elgátom, meg beragadtunk 30 frame rate-en. Mindjárt meglátjuk, mi lesz. Úgy látszik, a technika ma nincs velünk. Nem a barátunk. Folytatjuk, ezt kivágjuk. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Vészink nélkül screen tearing van. Vészinkkel pedig ne tudja. Most megnézzük, mert elvégben most 60 frame rate-ünk volt. Jó, ja, hát van most 59. Feladatunk, meg kéne nyitnunk a szalont. De akkor szerintem ehhez először rakjunk rendet. Például a zongorát visszarakjuk ide a helyére, még ha nincs is, aki játszol rajta, mert szét van. Délettől nem bújik Pia. Porkháló itt van, tabot nyomva tartva bekeljük a broomot, és megtakarítjuk. Megtörtént. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ezt is megtakarítottuk, oké. Okay. Itt hátul valami. Úgy látszik semmi, most meg kellene nyitnunk amúgy a szalont, az lenne a feladatunk. Leraktuk ugyebár a négy széket, meg oda is, meg oda is. Így, ez is megtakarítva. Egyelőre lebújnak tűnik az egész, semmi szépség. És a vicces az, hogy a múltnapi adásban is úgy láttam a screen tearinget, mert csak hogy a felvételem, azaz nekem itt a képen nem jelentkedik, mivel 144 Hz-en van. Viszont állatok meg sajnos jelentkedett. Ezeket kidobáljuk. Ne legyenek itt. Egy kis money. Nope. Amit nope. Nem tudunk felvenni, mert arra be van bagolva. Nope. Nope. Bárhogy nézek rá. Nope. Nem dobja be, hogy collectible lenne. Szerintem ez meg egy jó asztalnak tűnik. Ó, mi lenne? Ezt a jó asztalt. Oké. Okay. Jó, hát a playtest még durván béta, de erre nem számítottam, hogy fel fogunk repülni a tetejére a szomónak. Na mindegy. Nem egy hátrány alá tudunk jönni. Oké.
Van itt a tetőnk. Akkor csak simán lejöttünk. És van ott lent még egy asztalunk, ami ide lerepült, de az sérült. Csak simán objektum. Viszont te ezt már ide le tudjuk rakni. És ez is sérült egyébként, szóval vicces. Egyed egy ilyen fél asztal lesz. Jó, hát tegyünk úgy, amit szeretne a játék, nyissunk ki. Oké, várjuk a... kiszolgálni a kereskedőket, és Trader Jacket várjuk. Na itt is van az első pistike, nulla pénze van. Na hát üdvözöllek, dicső lovag. Milyen sapkád van, ijedj meg. Upright Citizen. Meg Barham Flint. Hát hogy néznek ezek rá? Már itt jönnek itt a rőr, venni akar valamit. Thornfenchet akar. Akkor kell neki egy ilyen. Kell alkohol, abból is neki whisky. Kettő. Kicsi. Oké. Egy uncia cider. Oké. Kell neki jég. És meg kell keverni. Kész is van. Finish the drink. Tessék. A Mr. Whiskit a sziklával. Ennek egy pohár. Három. Pont uncia kell neki. És jég. Parancsolj. 12.43. Hát, sokat nem adott érte. Örült neki, hogy finom a pia. Oké. Ő is adott pénzt. Hát nem sokat fizetnek, szóval ebből nem fogunk meggazdagodni. És ez is ezt a sokat kéri. Elhúzzuk így, kicsit meglöjtőjük. Még egy kicsit, ne várjál ilyen gonoszul ebből, mert keményen beállt oda, hogy ő várja a piáját. Megkavarjuk. Tessék. Megjött a Sapler card. Whisky Strike. Ő csak is simán 3 font whiskyt kér, mindenfajta extra nélkül. Parancsolj. Add ide a manit. Jó. Pure liquid bliss, partner. Mitze, ő is nagyon örül neki. Oké. Na hát ez így megvan. Ő nem akar kimenni ezek szerint. Itt is van a kártunk. Szervusz. Ő van, aki a rendelni lehet tőle dolgokat. Ordering the assortment. A szalon is szápris. A szalonnak szüksége van, adad a bárnak alapanyagokra. Jack will be at your service from dawn to sunset. Jack fog jönni mindig szolgálatodra a nap lementében, ahogy lemegy a nap. Interact with him. Press LMB, azaz interaktálhatsz vele a bal egérgombbal. And select the apparatus good from his store, adat válaszuk ki az anyagokat, amit akarunk tőle venni. Jack assortments will restock every day, minden nap feltölti a készletét, adat. Ha ma kifosztjuk, holnap még ugyanúgy ott lesz neki. Discusi, you must be Cheyenne. Jó, hogy elfelén fordulsz amúgy. And you must be Jack, the supplier.
supplier. Jó, amit chip. Megiflett a ideje. On this nasty sea of sand. Giacomo Allegretti, but the locals call me Jack. All right, Giacomo, known as Jack. I'm Cheyenne, and I'm going to need your help. I can smell a good deal from a mile away. Jó üzlet szagát mérföldekről megérzi, és itt van az a szakhelye. Szóval készítünk fel az üzletelésre. Kell nekünk alkohol és hozzávalók, alapanyagok. Ütöd a dollárt és kapod, amit akarsz. Szóval jó lett volna, ha felén fordultál volna, de nem baj. Jackkel és két üveg whiskyt vegyek és egy üveg cidert. Jó, hát félbe kerül egy, szóval akkor nem is kapunk ért olyan rosszul. Jó, vegyünk egy vizet is, hogy legyen. Citromunk van. Itt följel vannak tajerosztályok még, különböző alapanyagokból. Úgy minél jobbak, ez a legolcsóbb. Eddig 1,60-ba kerül. Raktárba 100 van a 500-ból. És akkor itt még tudunk venni másokat, mint likőrök, final touch, additív és food dolgokat. Van organs meatünk 5, azaz belsőségek. Butter 5 vajunk, itt a sajátomkat látjuk. Heart track, ilyen kekszszerűség, az is van, krumpliból is van 5. Sugarból van, cukor, abból vegyünk még egyet. És akkor ha mindent nézünk egybe, hogy látjuk is a dolgokat, 1,70-et elköltünk, biztos vagy benne, confirmadott, biztos. Akkor meg is történt, vegyük fel a dobozt. Jössz be inni. Szeret, de nem teheti meg, foglalkoznia kell a kocsijával. El is köszön, nagyon nice. Ki kell pakolnunk a tartalmat a boxból, 20 termék van a kodex szerint benne. Vedd fel a dobozt Jacknek a kocsija mögött, azaz a szekere mögött. Then walk with it the place market, menj a jelölt helyre a bárban, kicsomagolni a vett árukat, goods, mint áruk, ugyebár ilyen téren. Bal gombot nyomva tartva, megnyomva és nyomva tartva a jelölt területre. Azaz a mögött polcra pakolunk ki. The crate turns into trash after unloading the last of the goods. Kukába megy a láda, hogyha mindent kipakoltunk. Mindennek megvan a megadott helye, ahova pakolhatunk. Jó. Hát itt semmi más. Úgyhogy itt is van a kis ládácskánk. Ott is jelzi, 5 cucc van benne a 20-ból. Oké, menjünk és töltsük ki. És akkor ide jön a cider. Oda egyet fel is rak. Nyomva tartottuk, oké. Oda a whisky megy. Akkor van egy archív mentünk. Oké. Load guest-tel kell dumálnunk. Le tudjuk rakni ide a cuccot, hogyha nem akarunk még belőle többet kipakolni. És ennek köszönhetően meg kell takarítanunk az asztalt, mert itt dzsúva van, kérem szépen. Igen. A pultot is le kell törölnünk, mert dzsúvát hagynak maguk után az emberek, akik itt isznak, és dzsúvában nem fognak inni. Ez biztos vagyok. Jó, itt más nem akar bűzölögni, nem? Ez itt mi? Pusztustalan. Ó, egy kis pia, egy kis pénz, collectible. Emberünk itt nagyon nézett kifele, de hát azóta a respawnolt. Hát azt felvettük ajtón keresztül, nem baj. De le tudtuk rakni, kicsit törött, kicsit a miénk, de nem baj. Még ez trashbe mehet, az is. És itt kin is fel kell takarítani, nem adott, most úgy látszik eltűnt a kijelzésünk. Oké, itt van még egy asztalnak való szék. Hát nem éppen egy nagy minőség, de hát valamit valamiért kérem. Mert az asztal nagyon önálló életet él. Oda.
látni, ha te ott csak így itt leszel. Oda lehet ott a külni, hanem akkor álltok, nekem teljesen mindegy. Lurg ezt a mély vendéggel találkozunk. De hol? Fúj, gusztustalanok. Hogy lehet így inni? Összehánytátok magatokat, vagy mi? Még egy pár kis apró. Jó, máshol dzsuva, sehol semmi. Itt hátul bármi, te ki vagy? Ne ragadd a magyart. Téged kereslek? Vagy megint bágolunk, mi van a szemeddel, ijedj meg. Nem feltétlen van a helyzet magaslatán a grafika szerintem most így az árnyékok terén. Mentsünk egyet. Úgy járunk, mint a múltkor, aztán itt bebagolt a tag, aztán lehet, hogy kell neki egy restart. Közben ezek mehetnek a trashcanbe. Kicsit összeszedjük itt a dzsuvának valókat. Mást itt nem látok hirtelen. Erre felesse. Akkor azt ki is üríthetjük egyébként még a bag. Itt nem tudunk beljebb menni, szóval itt neki lehet futni, és akkor addig meg is van. Volt egy laggunk. Bár most nincs felkapcsolva a teljesítménye a gépnek, úgyhogy normálon fut. Jó. Na, mit látnak szemeim? Kukába való dolgokat, meg aranyat. Hát én le tudom venni? Vagy valahogy ide be tudok menni? Ott az aranyja. Ez kukába. Az is kukába. Ezek itt mind kukába, ami olyan. Ezek is. Az is. És ide is jöttünk begyűjteni a kis manjitoszt, és elég sok kis manjitosz volt, mert le volt vagy $2 legalább. Ugye már abban az időben nem volt kevés pénz. Úgyhogy... Igaz, a mai világban se kevés pénz, ha úgy vesszük. Épp a... úgy tűnik is. Igen, adott egy kicsit teli lett. Úgy látom. Csomó cowboy kalap van itt, amit ki kell dobálni, meg vannak ilyen beragadt dolgok, amik szerencsére most már kijöttek. Oké. Mást itt most akkor hirtelen nem látok, akkor ezt a kettőt gyorsan még kidobjuk. Ad legyen rend és tisztaság, amennyire lehet, tetszik ez a cikla itt ebből a boltívvel. Mi ott van. Jó, hogy tudunk futni, úgy látszik végtelenül. Hogy? És már repül is. Még ezt meg... oda be. Úgy. Tökéletes, sose lesz így marad. Nem tudom ezen a szakaszon miért van lagunk, ez már másodszorra játssza el. Lehet, hogy itt valami olyat tölt be messziről, amit nem kéne. Patkót is kidobtuk, azt is kidobtuk, mindig találunk valami újdonságot, szerintem ezek direkt spawnolnak újra. Vagy csak nem vettük eddig észre. Minden is lehet. Vagy bármi és akármilyen téren. De az se baj. Átváltunk így. És akkor mentsünk egyet. Igen, a saving itt megy, és akkor egy load game, meglátjuk ére valamit. Igen, újabb loading screen, újabb dumával.
cowboy élet szépségeivel. Kaotikus volt akkor a rendszer bizonyos téren. Igen. Szóval ez kellett nekünk, mert emberünk itt egy kicsit beragadt. Szóval jegyezzétek meg, a load game csodákra képes. Be újabb kukába való van. Van benn valakik? Van benn valakik. Na te mit nyugsz nekem? Éhes vagy? Hangos vendéggel beszélgessünk, ne ragadd a magyar bástya. What can I treat you to? Howdy, name Samuel. Halló, halló, neve Samuel, üdvözöl errefele a dámaid területén. They call me Cheyenne. Hívja Cheyenne-nak. Just looks, my friend, just looks. Blueberry's got its secrets, I can tell. Barátomnak tűnsz. You're sharp, you must sense it too. Blueberry titkokat rejt, hadd mondjam el. What's your trade, Sam? Én nem csinálok, nem beszélek, úgyhogy mit akar trédelni. Ő aranyásó. Saját bányája van. Arany van Blueberry-be? Gyere a házamhoz. Igen. 20%-ot kapunk mi, hogyha dolgozunk neki a bányájába, és kiszedjük az aranyat, ha nem valami fér. Could you make me something to eat? Lehet itt valami tenni, mert éhes. I think so. Úgy gondolja, hogy lehet tenni. Egy dolog. Yes. Igen. Till my contraptions churn in can't pay in cash. Nem tudom most fizetni. Mivel akarsz fizetni? Igen, különleges ajándékot fog nekünk adni, meg fogja érni nekünk, hogyha adunk neki enni. Így megjött az első homeless-ünk, nice. Evés és főzés. Kapd el a Hot from the Wall, azaz a vegyél egy serpenyőt, vagy tálat, ilyen lábost a parról, és tedd a stove-ba. A stove ez a hát kályha, de inkább a sütő, főző, a tűzhelyre. To start cooking, hogy kezd főzni, fontos. Még dishes, according the recipe, the cookbook, azaz benne vannak a fontos alapanyagok a receptkönyvben. A receptekkel, a cookbook, a receptkönyvben, szakácskönyvben, csak kinyögöm. Úgyhogy az alapján lehet dolgozni. Úgyhogy készítsd el az első ételedet a vendégednek. Hát akkor te ott maradsz éhen pusztulva szerintem. Na. Téged magyaráz nagyon, de téged nem akarlak használni, te kell lesz nekem első körbe. Itt vannak a küldetések, a karakterek, te ki vagy? Nice! Jó, hát kaptunk egy olyan képet, ami nincs. Jó, akkor az itt egy kicsit befagyott megint, nem baj. Furniture, mert ez a békaikon volt ott, ami átváltott ilyen akármire. Jó, megint bagolunk, vagy fene tudja. Itt van tessék, itt van whisky stone-nal. Jó, hát ebből megtanultunk szakácskodni, itt nem lehet váltani. Oké. Abba lehet jeget rakni, és itt készül a jég. Amúgy. Akkor jöjjünk ide hátra. Bezárjuk, hogy ne is lássa, hogy mit akarunk csinálni. Még egy könyv. Recept. Sós hús. Short description for the dish. Recipe. Recipe difficulty 0. Jó, hát akkor itt lesz egy szakácskönyvünk, ami pillanatnyilag üres, vagy rosszat nézett. Itt már semmi. Hát akkor fogjunk ennyit, és tegyünk a tűzhelyre. Parancsolj! Na, és ott is van a receptkönyvünk. If you want to cook something for your guest, ha szeretnél főzni valamit a vendégednek, you need to get the upright recipe for your dish first. Szükséged lesz különböző receptekre. Minden igaz. Look for in the your cookbook. Nézzél egyet a szakácskönyvbe, és itt vannak az alapanyagok. Kis bélszín, meg egy kis vaj. Na.
Itt láthatod, hogy a begyűjtött recepteket itt vannak, hát itt a nagy semmi van. Choose one that you like, make and click track receipt, azaz, hogy válasz ki egyet és hogy kövesd a receptnek az útmutatását, úgy, mint hogy a viszkit is felszolgáljuk, ugyebár ez is hasonlóan működik. Button the start following the receipt your checklist. Ez, ha megnyomjuk a track receipt gombot, akkor elkezdi követni a checklistbe a dolgot. Hát itt megint nincs semmi, és szerintem ezt szétbagoltunk, mint a fene, de ebben sincs baj. Nincs itt a recept. Igen, és ki sem tudunk lépni. Hát, ennek nagyon roppantul örülök. Úgyhogy kis türelmet, szerintem mindjárt újra húzzuk az egész játékot. Majd mindjárt folytatjuk a menütől. Na, adunk még egy esélyt a játéknak, hát ha. Nem tudom rajta egy ellenőrzés, mert lehet, hogy rosszul töltött le, de az is lehet, hogy csak simán ennyit tud. Mivel a napokban volt update-je a játéknak, már, ennek a prológusnak, de ezek szerint nem a legjobban sikerült. Meglátjuk, mit csinál most. Igen, beszéljünk az emberkével, innen a másik az el is tűnt már. Miért becsuktuk? Megint visszajött oda a... ...pókháló. Nincs itt a kárt. Lehet, hogy ezeket is ki kéne pakolni, mert még mindig ezt jelzi. Igen, Numeg Storage, Cayenne Mixer, stb. Ilyen vegyes. Hova rakható ami? Nem lehet oda rakni, ott a butter. Vettünk buttert? Nem vettünk buttert. Ilyet vettünk szerintem. De az most hova mutatott? Ja, oda? Egy víz? Ezt meg oda jelzi. Ad meg oda sugár. Oké. Nincs más nálunk, azt mondja. Ide le is rakjuk ezt a kis ládát. Mehet is a trash bin-be. Jó legyen. Nyomjunk egy mentést és egy load game-et megint, mert sőt, new summit nyomunk. Slave 2 nagyon fantáziadús néven mentünk. Nyomunk is egy loadot, újabb loading screen kapunk. Nyugat mulatodnak az emberek, a másik ezerrel nézi, hogy mi van, és őrzi a világot. Mindez mellette a fegyverecske, Blueberry Resident, 7 személy lakja, 2, 4, 6, 7, igen, 6-on a tűzni egy külön, így alakult meg Blueberry. Ez sem egy hátrány szerintem. Azon kívül, hogy kapunk egy instant vakságot, hogy belódol itt és minden lepotyog. Potyognak a dolgok, ahogy hallom ezerrel. Hát...
lefutottunk egy game breaking bugba, nem szereti az Intel-t meg az Nvidia-t a játék egybe, úgy látszik. Másnál már láttam a játékot ezt, és azért is csaptam le rá én is, mert hogy free, és mondom, érdekes a koncepció, de így, hogy állandóan ilyen bugokba ütközünk, így ez a nem gyere be kategória nagyjából még játszhatatlan így a játék, azt kell mondanom. Aztán lehet, hogy gyarok egy esélyt majd neki a nagy gépen, az ugyebár AMD. Ott nem küld a motor azzal, hogy legyen 60 FPS-ünk. Jelenleg tippem nincs, hogy mit kéne csinálnunk. A vendég az nincs itt, ugyebár előbb nem töltött be a szemét, ezek szinte így random megjelenik. Nem töltött be a főzőcskénk, hogy itt már kint a lovás, a szaplis csávó se a szekerével, nincs itt a szakácskönyv. Ez nem nyílik most érdekes mód. Maradt-e bármi, semmilyen, ami érdekes lehet számunkra. Már innen vittük el a hullát. Itt volt benn. Már nincs itt, egy csomó zsák van cserébe itt. Ott mi bújik, kérem szépen, egy kis money. Az sem olyan kicsi volt. Na hát, ott is láttam fönt manit. Jó. Akkor bezárjuk a szalont. Nem tudjuk bezárni a szalont, nincsen rá gomb. Akkor mentünk még egyet. Megnézzük, ha újra elindítjuk, mit csinál. A játékot hozzáadtam wishlisthez is, szóval ha ez egyszer elkészül, és nem lesznek ilyen bosszantó, buta, gagyi hibák benne, akkor van benne ráció. De jelen álláspontom szerint most nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez a nem tudod játszani a játékot, mert szabotál minden téren, amit csak tud. Mert bár könnyen úgy mond, könnyen idézelbe téve készül a játék, mert hogy Unreal Engine-ben van, mondom úgy, hogy nekem a játékfejlesztői tapasztalatom konvergál a nullával, de azért... Na? Igen. Igen. Beszéljük a vevővel. De nincs vevő. Itt a nyoma a szekérnek, hogy itt ment szekér. Most a bástya, tessék, ez itt random rám esett egy ilyen, meg egy ilyen. Random potyognak ki dolgok belőlünk. Hagyjuk el a szemetet, nem baj. Így random leszpannolnak szemét dolgok, amiket ki kell dobálni. A levő az nem jut el idáig. Most az vagy valahol leszpannolt és beragadt, és nem tud elsétálni ide. Vagy fene tudja, mert itt is volt az előbb egy pistike, aki beragadt, ugyebár azt utána kispawnolt, és eljött erre, akkor bejöttünk ide, vagy mit csináltunk? Itt nincs senki. Akkor még csak az sincs. Oda be, jönnek a szemetek egy idő után, onnan despawnol, én mondom, kapjuk az újat. Milyen messzire tudunk elmenni? Itt látom, lesznek karámok. Erre fel akarom fedezni a világot, mit mond a játék? Az, hogy egyből jött. Aha. Semmi nem vár engem itt, ugyebár itt a sivatagban, az arrafele nem megyünk. Legalább erre gondoltak, hogy úgy van lezárva a terület, hogy
nem csak úgy random megakadsz, hanem karaktered közli, hogy nincs értelme neki arra menni. Most megint meglaggoltunk, megint. Hang alapján fent sem hallani ezeket, mintha potyognának le dolgok, azaz mintha bebespawnolnának. Fene tudja. Mik vannak? Ismert kukába. Ó, van még itt mit kidobálni. Sok mindent ki lehet innen dobálni. Oké. Az is. Hát akkor ezek szerint a szalon szimulátorból átmentünk személygyűjtő szimulátorba. Oké, eddig tele is lett. Amit kidobhatunk ugyebár. Ezt abból kiindulva, amit például a Slaverian Tracker szokott csinálni, hogyha sokat tárgy, akkor elkezdesz laggolni. Hatalmas dobás, kérem szépen. Na, ez volt egy szép lag. Itt semmi más. Akkor menjünk fel. Itt is van kidobandó dolgok, pedig előbb kidobáltunk belőle. Van itt asztaltól kezdve sok minden, és ott egy arany. De vajon át tudok-e ugrani? Nem, már balhassz a karakter. Cserébe hang alapján, mint aki széttörte a lábát. Jó, hát... Akkor sikeresen belefutottunk egy olyan game breaking bugba, ami ezt a játékot el lehetetlenítette most jelenleg. Úgyhogy... ebben sok mindent kezdeni nem tudunk. The bar is open again. Damn, I might just cry. Hello, Barty. Jó. Come closer, young lad. Hát, mint látjátok, adtam neki még egy esélyt, hogy hát, ha bármi és akármi. Ugyanis... vagy az a baj a játéknak, hogy simán agyin van megrajzolva, hogy fene tudja, mert itt van maga a játék. Itt vannak az archívmentek elérve és a többi. Viszont ha azt mondom neki, hogy béták, és experimentál branch-re átváltok, az elvileg az utolsó frissített, nem stabil változat, miközben a oldalán a játék írja, hogy volt upgrade, méghozzá itt az egyes hotfix, és akkor itt a kettes címszóval. Hiányzó NPC animációk, de nincs NPC animáció, max mozgás, meg ilyen apróságok, szóval... felkapcsoltam ezt a bétát, és akkor most ott látjuk, hogy itt a karakter besétált, de... fázok már előre, hogy a szakácskönyvvel akkor mi lesz?
Jó, ragadzok veled a magyart. What can I treat you to? Jó, elszkipeljük. Doesn't sound... We... I think... What? Okay, haladjunk. What can you want? If you... Beszélünk vele. Okay. Jó, most megtanulunk szakács főzni. Igen. Ez a szoba a renoválásra vár, de nem tudom, mit ért ki. Leveszünk a középsőt, hát ha van értelme, és ide szélre lerakjuk. Szakács. Nos, hogy nyomjuk New Game-be. Hát, ha nátha. Lehet, csak a mentés halt meg. This place is not what I imagined. Starting a business here is going to be a challenge. Ez a hely, ahol te elképzeltünk. Igen. Na hát itt van a vasútállomás, akkor itt kezdünk. Mert múltkor azt hiszem ebbe az irányba néztünk inkább. És itt vagyunk Blueberry-be. Nem nincs megadva, hogy mennyien vannak. Menjünk a szalomba, azt mondja. Itt akkor elrohanunk erre, most nem néz előlünk, az árnyékok viccesen néznek ki. Így ló grafikám. Most lóvom van, úgy van, mint volt. Jó, kell egy kis erő ahhoz, hogy bejussunk, azt mondja. Ugyan eldobjuk. Most random le is dobta. Hát ez sincs jól megcsinálva, akkor dobálj el mindent. De baj. Találjunk utat a szalomba, azt mondja. Fent vagyunk. Jó. Ott a felvehető trash bag. Damn, what a flip it. I was expecting the saloon to be abandoned, not devastated. Ezeket kidobáljuk. Éppen mindent is, 30 tárgy fér elvégbe bele, akkor ahogy így látjuk. Mindent is kidobálunk. Főleg ha nem a széket kapdosnánk föl. Kell még 3, 2, 1. Ez még kuka. Place to dispose of this right away. Oké, és ez meg is van. Fogjuk meg és dobjuk ki a szemétbe. Jelenleg nem jelenti sehol. There must be a dump around here somewhere. Eljöttünk balra, majd megint balra. Akkor itt szó van a szemetesről, ugyebár. Hogy ide kell gyűjtögetni, majd jön a pistike, aztán jó lesz, elhajtjuk. Megvan. Olvassuk el a levelet. Charlie közölt, hogy minden fasz a minden zsír. Might be worth a look. Assuming of course that Charlie has left this note this year. Jó. Vegyük fel a broomot, a seprűt. Így megtanulunk repülni vele. Megint van egy laggunk. Éppen visszarohanunk. Let's see if there's any floor under this. Taparítsunk föl. Fölveszünk a kis mangyújtoszt. Ez is gyúva itt. Ez is egy kis manitért. És ez is egy kis manitért. For now, this is as good as it gets. It's time to set up the chairs and tables. Jó, rakjuk helyre a dolgokat, azt mondja. Adoda. 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 Adoda.
Kapunk még egy széket, de tegnap ugyebár ezzel szívtuk meg, hogy ez nem volt hajlandó működni, mert előre megcsináltam már. Riddell, lassan már profik leszünk itt a prológus elejébe. Oda, és a Lucsó oda. Igen. Beszéljünk az idegennel. Ott is van. Job setting up Butterfingers. Továbbra sincsen szájmozgása. Oké. Okay. Jó, nem akarok veled beszélgetni, meg agyim vagy megrajzolva. Ezt kipeljük. V profilja elérhető, menjünk föl utána. Éppen vagányan elsétál. Most nem tudom egyébként, hogy a modellek alapmodellek, vagy. Got the keys to the whole dang saloon, do you? Get in. Vagy. Egyelőleg készítették őket. Nagyon nézze itt egy. Fresh. Ilyen szépség. Föltakarítunk. Na, találjuk meg a reget. A reg itt van, más néven rongy. Használjuk a rongyot. What did I get myself into? El kell guggolni hozzá. Kedves üveges tekintete van tépozolva. Hogy kell. Speedrunnunk itt az erre 6 perccel játszunk, ami tegnap egy óra volt majdnem. Oké, okay, megvolt. Jó. Ezt vigyük el és adjuk el a hullát. Add ide. Begyűjtöttük sok money. Másik nincs, kinyitotta az ajtót. Ezt is. I'll be waiting for you at the bar. Jó. Nézd, hulla. Ujj. Nem? Nem volt így jó. Nem tetszett neki, nem? Most mintha megsérültünk volna attól, hogy leestünk. Csá, hoztunk egy ajándékot. Nézd, oda. Platty. Jó, ragozd a magyar, te is adj el a sok pénzt. 4,81-ünk van. Jó, hara. 5 dolcsi per darab. Ne tudja. Menjünk vissza a kis tikéhez, azt mondja a játék. Éppen itt bevég rohanunk. Ez kuka, ami olyan. Begyűjtjük. Eddig nem szólt róla a fáma, hogy nem gyűjthetnénk be. És money. Ezekkel lehet dekorálni a helyet. Jó. Oké. Itt is volt valami, van itt is van. Nem, majdnem 10 dodónk van. Ott is van egy kis money, oké. Okay. 14 manink van. Mentsünk egyet. Itt vannak az elődő mentések, de új game lesz. New game 2 névem. Ott mentünk ezerrel. Na, ragozd a magyart, kapsz inni, sírjál, mellékes munkákat fog adni, ugyebár, hogyha van az idő, a füttye. Jó. Szóval adjál ilyet. Kapsz ilyet. Kapsz ilyet. Itt ez nem kell, ebből kapsz egyet.
megkavarjuk, jól elszédítjük a piádat, ne szégyel. Kategória. Kaptunk érte pénzt, vagy vettél pénzt azért, mert megcsináltuk. Ez kellett neki erre, azt mondja. Oké. Okay. Yeah. Azt mondja, yeah. Igyed meg fele, ezt tegyed oda lefele. Eddig is adasztod egy darab löttyöt. Jó. Oké, lehet nyitni. Igen, szerintem akkor Murko kijött és itt bebagolt. Most itt sétál, hova megy? Nézzük meg, hova sétál. Nagy vagány cowboyunk. Ha már ilyen útvonal van neki kitalálva. Egy kis sétálsz a grafikából, még van sarkantyúja, vágod? Nagy lovaglásába. Na, úgy néz ki, kisétel a letről. Kikavessük azért, hát ha. Na, itt is van egy házikó, nem is olyan kicsi, kérem szépen. Nagyon megy a Danén keder, meg egyel. És akkor Pistiként idejött magától, és itt áll. A nyom védelmébére föl van húzva neki egy kétszintes kecó. Nem tudunk létrázni. Sőt, ez ilyen mozgatható, ez egy vagonhe. Akkor nem is rá van építve neki egy vagonra. Itt egy vagon a talpfákon. Érdekes helyen lakik a bástya. Bármilyen bugganható innen semmi, ott vannak a csizmák. Meg egy szekér. Ott van egy ilyen valami, párnának tűnik. Ne szedjük össze a szemetet, nála, hogy ide jöttünk, azt összeszedjük a szemetet. Miért is, ne ilyen jó fejek vagyunk. Annál kevesebb kell majd idelni. Még Sluttya azt mondta, ilyen vum a lámpa, ahogy elaludt. A sercintés. Ez meg a fú, az elfújás. Oké, okay, és hol a lovad? A lótalan cowboy. Na mindegy. Szóval ő itt van fönt. Azt ha keressük, akkor lehet onnan kell kibagolnia, vagy fene tudja. Hogy lehet, hogy csak a random visszaspawnol, amikor jön. Mindent el tudok képzelni már ebből, hogy milyen megoldásokkal van megoldva a játék szintere. Ezt ide dobjuk ki. Úgy. Ezen a szakaszon továbbra is laggoskodunk. De legalább be tudunk itt hátul jönni most már. És itt kijönni. Na, kinyitjuk, jöjjetek, ahogy vagytok. És mentjünk rá. Remélem, volt nincs mentés, üzemmódunk van. És várunk. Welcome to the Legendary Saloon.
Jó sapkás csávó. Good day. Na, adjad, mit akarsz. Kérsz ilyet. 3 uncia ilyen cumót kérsz. És jeget. És nem kell összekeverni. Ne szégyel. Te mit akarsz? És shotot akar. Na, akkor ez is random spawnol. Electrifying. Bal oldalt látjuk, hogy mekkora de eredeteljük, nem kapod meg. Így. Vagy akkor ez kukába ment. Szóval rezetre kibasszuk a piát. Hát ez jó pofa. Hát akkor azt a 1 centtel többet kellett volna odaadni neki, mert most buktunk 2,1 centnyi piát. Szóval itt látszik, hogy mennyi helyre töltött meg a pohár. Damn, the liquor is running out. Where's this trader? This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. Örült neki. Addig, de erősebbnek érzi magát, mint egy grizzly medve. Beragod, mit akarsz? Ő barglaszt akar. 3 piát. Kicsit több lett, így jártál a ház vendége vagy. Na, te. Sounds like a traveling cart. It's better be the trader. Jeget is kérd bele. Na, sikerült pont jó időben elengedni. Tessék a jeged, igye, egyé, mulassál. Oké, ez is megitt, ami van. Jó. Simán négy szemice az egész. Van, amit feltakarítani nincs. Akkor az előny. Jól ittak. Kint bármi van, hátmérés nem lenne. Összeseprünk. Egy kis money is jár érte. Mind a háromnál. 3 cent. 4 cent. 2 cent. 11 cent. Na. Hát lassan ebből nyitunk új boltot, még egy gazdaságot magunknak. Na, az előzőben Pistikénk abba az irányba bámult és nem volt hajlandó beszélgetni velünk. Most tud, és rá is figyelünk. Jó. Elnyomkodjuk, mert ugyanúgy elmagyarázza a fél földet. Megkaptuk a leírását. Akkor vegyünk nála a viszkit és szájdert. Jó, viszki 2, szájder 1, így föl van töltve mindenünk, a többivel nem foglalkoztunk jelenleg, úgyhogy... Mert ezeket is feltöltöttem. Illetve foodnak valóból, és néztük, hogy van minden. Cukrot veszünk, 2, 20. Mennyi? Jó, vegyük fel a cuccot. Na. Kitöltjük. Töltsük ki a boxokat, azt mondja. 1, 2. Víz az valahol idejött. Beszéljünk a emberrel, azt mondja. Oké. Trashbackbe belemehet. Örült neki, hogy nyitva vagyunk. Na te, hogy van, mész? Oda leülsz. Nagyon nincs, akkor nem is odaültél. Gyere közelebb, dumáljál. Oké. What can I treat you to? Mit akarsz? Samuel. Is that what you say? Just looks my... Mondd mást. Doesn't sound...
És milyen érdekes, most 20 percnél járunk, és ugyanott tartunk, mint eddig. Oké, és mehetünk földni. Előtte mentünk egyet, mert előbb is ez volt, hogy nem mentettünk. Oké. És D0, itt már D1-ben voltunk, szóval érdekes. Tehát, hogy túl sokáig húztam el az időt. Jó. Kapjunk fel egy ilyet. Oda lerakjuk. Őzzünk. És ott van. Itt van a recept. Ez ami előbb nem volt. Ez a recept részhez halott volt. Hát ez nice. Szóval akkor a mentésünk bebagolt. Mindegy, ez a mentésünk most jó. Van ez így. Úgyhogy track recip. És akkor fogjuk meg ezeket és tegyünk bele. Kell 2 organ meat, 1 butter és 3 heart wax. Organ meatből kell 2. 1 2. Itt látszik is, hogy mi van benne és hogy nő. 1 vaj. Additívba itt van a kenyérszeletke. 1 2 3. Itt vannak még extrák, edek nem kellenek. És akkor hamarosan kész a kajád. Most kell fűtened a lángot. Maximálizod a lángot, hogy kattintsasz térben. Vagy space-szel. Amikor zöld láng van, csak nyugodtan. Ha pirosba megy a láng, akkor túl nagy a hő. És oda ég a kajád. Különleges dolgoknál külön, igen. Fel kell majd feleznünk, hogy mi. 1 2 3 4. 1 2 3. Nicce-mice minden járt, értem, még 0,07-tel több pénz is a kombók véget. Így a végára majdnem $0.5. 10 furnace. Békét, különleges effektje van ennek a kajának, békességet okoz. Ha használd azokon a vásárlókon, akik agresszívek. Oké. Vedd el a potot onnan, és hagyd a tálalóasztalhoz. Jó, megkapjuk. És oda lerakjuk. Oké. Kapjál egy tányért, hogy elfejedd a tálalást. Oké. Igen, Phil. Meg is van. Kicsit lejjebb ment. 8 egység van még benne, 2 van itt. Menj vissza a vásárlóhoz, és add oda neki a rendelését. Jó, hát parancsolj. Szabály. Jó, itt van egy kategória. Meg is van. Make a meal, of course, the fresh hand track, not age. Hat on the fence. Jó, jönnek még... más vásárlók. Ott is jön. Nem is egy. Na hát az egyik enni, a másik inni akar. Te mit kérsz? Shotot? Akkor kicsit. És kell bele neked whisky. Parancsolj, Pistike. Ti vártok egy kicsit. Te még mindig babálsz. Te mit akarsz? Hós cuccot. Oké. Ez amit főztünk, ez elvileg sós cucc. Nem tudom, kiviszünk neki egy ilyet, zabály. After such a meal, I can hit the trail again with a full belly. I'll definitely recommend. Teli lesz a hasa, hogy nagyon örül magának. Jó, te mit akarsz? Pár glaszt.
Akkor tejet, meg jeget. Hamarosan kifogy az egyik poharunk. Így. Elhozzá neki egy jég. Te meg vagy. Te mit akarsz? Nagy poharat. Kettő unciány ilyet. Egy ilyet. Kapsz egy jeget, és megkavarjuk. Oké, kész. Ilyen, hát csak ide a pénzemet. Na, Bar Bravled, bunyó. Konzumer harcolhat bármikor a nap. Igen, ez a szalonra nem vett jó fényt. Részegek és néhány különleges eset. Oké. Először is, hogy beavatkozzunk. Látjuk, kapjál meg valamit, és vágjunk hozzá. Akar valakit bunyót? Hey, enough. Oh, enough now. Watch me run up and kick your ass. Jó, hát ő megkapta. Kapjuk fel a legyőzött emberkét. Nice, nem baj, itt a piákat, pénzeket begyűjtjük. Kaptunk pár vásárlót. Unconscious. Can't leave him here like this. Hope someone in town can help. Good day. The fuck is that? Hey, you. Do you know a doctor? Well, of course I know him. He's me. Ő itt a doktor, megjött a doki. Oh, great. Will he survive? What happened to him? Got hit in the head. Fejbe lett vágva, azt mondja. Nézd ki, de fele tudja. Akkor most mit csináljunk címszóval? Doktor sem mond semmit. Ő a barátod? Törődsz vele? Nem, csak kiszolgáltam volna piával, rendben. Kap föl és kövess. Akkor nem a barátunk itt, aki fekszik. Most a bodit, ha ledobom mindig, akkor minden egyes esetben ez itt össze fog engem vérezni itt mindent. Feltakarítottuk a dzsuvát. Fel is seprünk. Begyűjtjük a kis manjitost. Put a trash bin. Felkapjuk a hullát. Kivisszük. Kövessem, de hova? Emberünk elgyorsult. Hát itt van a hullás. Az ütés következik, mint a punches follow. Hol a doki? Ja, ott. Oké. Lay him here. Megtessük bele ide. Tessék. If you find someone injured, okay, bring them to me. I'll patch them up and get them back on their feet. Talán bárki sérültet, akkor jelezzük neki, vigyük oda. Talpra lépje, ő nem fizet ezért. És akkor hurrá. Oké. Vigyük a doktorhoz, ha látunk valaki lecsapott illetőt, vagy megsérültet. Ellátja a sérült vagy beteg személy egészségét, és elér és ezzel reputációs pontot kapunk. Más kiegészítő interakciókat érhetünk el a Blueberry-ben, hogy ugyebár személyes sztoriban, és hogy megéri ugyebár elviekben
életbe hagyni őket. Archimend meg is van. Good doctor. Itt meg ugyebár vele szembe a temetkedés is. Oké. Okay. Menjünk vissza a szalomba. Let's hope it's peaceful for the rest of today. Jó. Ezt takarítsuk föl. Oké. Okay. Támoljuk. Szolgáljuk ki a vendégeket. Bestinen eltüntetjük. És van még vér, hát mennyi van még itt, kérem szépen. Jó, csillog, villog minden. Jönnek még itt a vendégek. Nem áll meg ilyenkor az élet. Pistikét akkor nem is fizetett, aki befizetett ott a pénz, jól van. Ezt add ide, ezt megtörölgetjük. Épp tisztaság, te mit akarsz? Bármilyen kaját akar enni. De akkor kapsz még egy ilyen levest. Elég sokat tudunk ebből felszolgálni. Parancsolj! Egy ilyen. Jó, te mit akarsz? Ott viszkit, egy felest. Hát ebben már elég karcsú van. Lehet, hogy nem is lesz elég. De elég volt. Meg is kapja így a piáját. Te. Ő már nagy pohárral akarja jéggel. This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. Nulla három. Jég. Ez megvan. Pénzt add ide. Mit akarsz? Ott. Pure liquid bliss, partner. Elváltottunk kis üveget közben, hogy látom. Szép lassan telik így, hogyha így lőjük neki. Megvan. Add ide a manit. Te mit akarsz? Te meg nagyot akarsz? Hát nagyon szomjas vagy ezek szerint. És már megy is a... Úgyhogy sietünk. Parancsolj, más nem kapsz. Add ide a pénzt. Ő itt hagyta. Szép tiszta lett. Na, tessél, azt húzzál innen a krumpliba, addig bezárunk. Bocs, bástya, zárva vagyunk. Nem tudok bezárni, hát akkor így jártatok. Megyünk hátul. Találkozunk Vivel a bárnál, a bárnad itt van. Oké. Na mondjad, mit akarsz. How's business going, Cheyenne? Hogy megy a biznisz, Kane? Hallott a Jack. Kell találkoztunk? But what's on your mind this time? Same as always. I want to help you with your business. See that wagon over there? Jó, talált egy vagont, meg egy holttestet. Mit szólunk hozzá, bízunk benne. Itt egy feszítővas, ideje dolgozni. Köszi! Akkor kapjuk szét a nagy alkatrészeket, hogy ne találják meg a rabor dolgot, és jó profit jár érte. Oké. Egyszerű. Érszeden meg alkatrészeket elrejted. Megpróbálod kinyitni. Ha a test eltakartad, vagy elrendeztek, akkor oké. Casey and her irreplaceable services. Egész jó egyébként a szinkron. Már lehet, kaptunk egy ilyet, kösz szépen. Ott téged kell szétverni. Csak oda kell elrejteni a dolgokat, király. Pesz. Egy csapásra itt széthullott minden is. Csatt. I must hide it as soon as possible. Szétverünk itt mindent, ezen nem múlik.
4 kereket kell oda elrejteni, meg fene tudja mit. Add ide. Csak bedobom, vagy... Aha. Now the rest. Jó, sok minden elfér oda. Add ide. Úgy. Megvan. Nyissuk ki a chestet. Meg is lett az első. Crime sometimes pays. Bűnözés néha kifizetődő. Köszi. Das is chest. Rajta Desert Express. Hát valaki nem jutott oda. Ezek szerint akkor ez is ilyen mini játékos. Mellé. Akkor ezt pontosan kell kattingatni. Vagy space, kinek mi. Mindegyik játszik. Ki van nyitva. Ideje a fizetségnek, olvasd el a levelet. Mutasd. Cordell, emlékeztetnénk a hajót, Hank Custert. Régi vágású, barack és citrom, akármilyen. Törvényt készített Georgiában, Új-Mexikóban, véres rabló. Reméli jel járőröket kiterjesztik nagyobb részbe, de sok segítség sikere nincs. Úgyhogy Blueberryhez jön. Jó, hát az elviekben Samuel Thompson szergent akart lenni. According to this letter, the sheriff is on his way to town. It seems that this guy here was sent to assess the situation. Well, he won't be assessing anything now. We need to act fast and take care of the body. Gyorsan el kell tüntetnünk a testet. This will make our job much harder, Cheyenne. Megvan pénz, azt add ide nekem. Van 15 pénzünk. És $100. Hallod? Hát gazdagok lettünk, kérem szépen. Talán lehet szét tudom verni. Nem tudom. Oké, add ide a testet. És vigyük oda, hova kell. Ezerrel futunk. Seems easier when you're not dodging the sheriff's gaze. Just gotta hope he's not the sharpest tool in the shed. Épp természetesen itt karba tetten, itt rohanunk ezzel a taggal. Nem érés, ne egy mindennapos dolog ez, hogy itt egy holttest van. Már megvan zöldülve. Ott adok ide, most nem megyünk hozzá. Még egy? A korábbit se fejezte még be. Nem baj, parancsolj. Oké, úgy hallotta, hogy úgy látszik, hogy jön erre egy sheriff, a testekkel okosan. Vonata, hogy hallom, elment. Oké, megegyeztünk, kategória. Ott is megy a sheriff ezerrel. Csá, bástya, mit akarsz itt? Te vagy itt a sheriff. Csodásan nézel ki. So, barkeep, are you the reason mi vagyunk a barkeep? I don't think so. I'm just trying to run my business. Próbáljunk, ugye bár. Well, what's your name anyway? Kiszolgálni mindenkit címszóval, Cheyenne-nek vagyunk, figyelj, hogy Cheyenne, ő neve Hank Custer, ő az új sheriff a városban, ültek, mert rablásokról van bizonyíték errefele, az az jelentés. Neked sheriff Custer vagyok. Anyával is nyugni fog. I won't interfere with the sheriff's work. You have my word. And damn fucking well, Cheyenne. Think of me as the leader of the wolf pack. As long as you obey, you can feel safe. Now show me what kind of drinks one can pull off here. Surprise me.
lepjük meg valami piával. Oké. Okay. A sheriff figyelmeztetése. Blueberry-nek új sheriffje van. Ugyebár felügyel. Mindenféle reakciót. Sheriff a szalont is meglátogatja. Ő a törvény itt. Watchfulness level, Sheriff Starba fönt ugyebár tud nőni, csökkenni, hogyha úgy van. A tele van ránk lő, ha nem, akkor csak el van. Oké. Ne legyünk gyanúsak neki. A sheriff ezt kap minket, miközben szállítjuk a holttesteket, az is gyanús. És meg fog büntetni érte. Maradjunk látszólag normális szituációkban, és akkor most vágja a fejeket. Oké. Okay. Mit innál? Hát... Érdekes dolgokat kér. Ennek egy bar glass, szóval egy nagy pohár. 2 cent whisky kell neki. Oké. Okay. Sugár kell neki. Nincs olyanunk. Miért nincs olyanunk? Én abba hagyjuk ennek a készítését. Megnézzük, hogy tudunk-e venni. Pistike még itt van. Jó, itt nincs ilyen. Mutasd mindent. Whisky van, abból adjam, elfogyunk. Citrom, krumpli, sugár van. Akkor külön oda kell hoznom mizét. Ezek szerint... cukrot. Jó. Az nincs fullom, most már úgy van. Tessék. Van cukor, de ebből nem tudok kiszedni. Ez a könyv itt, ez csak ezt mutogatja, a sós ételt. Oké. Okay. Jó. Citrom van meg, jég, cider, whisky. 3-3 pohár. Oké. Okay. Hát akkor így jártál, akkor nem kapsz bele olyat, szóval sugárszirup kéne neki, meg bitters, ezek nincsenek. Úgyhogy kap whiskyt. És... kell neki még jég. Citrom darabka. Barack szelet, az sincsen. Sugar szirup és bitters kéne neki. Sugar szirup helyette kapsz egy ilyet, mondjuk. Így. Ne sírjál. Meg fel is kavarjuk. Na, ezt írd meg, bástya. Shuttle of Justice, hogy bekussoljon az igazság. Did you know I could throw you in jail for what you served me? Tudja, hogy börtönbe tudna ezért zárni. I'm just starting out, Sheriff Custer. Next time, the drink will be perfect. Következőre jobb lesz a pia. Reméli. If I see you causing any problems, we'll quickly fall out of favor. And do you know what wolves do to those who get in their way? I assure you, Sheriff, you won't have any issues with me. Nem ízlik neki ez a pia. Very fucking well. Now it's time for me to leave. Don't stir up trouble, Cheyenne. Nagyon szépen káromkodik, hogy nagyon baszottul reméli. Oké. Oh, and one more thing. Meg egy dolog. That poor fellow who came with me, he might need some help. Igen, kell neki majd egy kis segítség. Egy biztos, hogy nem fizetett ezért. Nézzük meg, hogy ki van a fő úton.
Vissza lehet takarítani, nem? Nem lehet. De így menjünk akkor ki. Na és akkor oda kell menni. Még mindig nem tudunk bedárni. Az se baj. Te ki vagy? Az új bérlőm, the new resident. Good day. Jó napot, Shane. The new bartender. Nice to meet you. Az új páros. I'm Earl. Ő Earl. I can help you with those crates. No. I can handle it. It's no trouble. Let me. I can't pay you. Go away. I don't want money. It's just a friendly gesture. Én barátságosan jöttünk oda. That's new. Listen, these crates are really heavy. Ez a lot of baromi nehéz. That's no problem. És ez nem gond. All right, just don't drop them. Don't expect a discount. Kap fel és ne dobd el. Segítsünk Earl-nek a ládákba. Hát, köszi. Told you. Szóval akkor igen, ő itt a új bérlő. Tessék, egy láda. És már fut is vissza. Baráti gesztusból vagyunk itt. So, you decided to come back to Blueberry. Igen, nagy város, el lesz a sheriff iroda akkor. The boss values peace and the lack of competition. What's his name? Hiába nyomom a shiftet, nem merre változik a sebességünk. Okay. So, Earl and Addy. Earl és Addy. You, it's Miss McKay. Sorry. When is she coming? Mikor jön a csaj? Hamarosan, akkor jön valami nő. Okay. Jó, hát ez is egy jó kis rész, itt megérte foglalkozni ezek szerint vele. There's one left. Hát csak egy van, neki jár kicsomagolni. Mi meghozzuk azt oda egy darabot. A nehéz ládák. És el is ejtettük, nagyon nicék vagyunk. Na, kaptunk egy tervrajzot berendezésről. Igen. Nagyon jó láda volt. Más nem esett itt ki? Nem? Oké. Okay. Akkor így nyitja ki a játék azt a részét, hogy tudjuk személyre szabni a dolgokat. Mert ugye már át tudjuk alakítani a szalont is. Gondolom én. Okay, meglett. When can I buy furniture from Vigyünk you? Új asztalt Earl-től. We'll start production when the boss arrives, but there are still a few unsold pieces in the basement. I'll get rid of it for the price of firewood. Can I see? Sure. Vivának való vackokat akar kidobni, amit mi megvehetünk. Oké, okay. Azt mondom, hogy all, akkor itt látunk mindent. Mit vegyünk? Három új asztalt Earl-től. Jó. Akkor tables kategória. Vannak itt különböző asztalok. A fél asztal. Olyan kis gagyibb faragás és a normál hordós asztal. Ebből három. Akkor nem ártana a szék is, amiből viszont kell nekünk 4x3, az 12. Igen. Egyébár 4 megy egy szék egy asztalhoz. És az ennyi. Vegyünk egy ilyet is. Egy ilyet is. Gastrum meg ilyenek nem. Kicsen sincs még. Jó, más itt. Van itt piának, meg felszolgálnak. Oké, okay, wallpaper fargó. Ezt vegyük meg, tetszik.
plain floor padló. Ahhoz nem nyúlunk még. Akkor medvebőr kiterítve, kárpit szín. Rancsajtó. Fogas, függöny, itt minden más lokkolva van itt lefele szépen. És ez még csak a tire nulla. Nem, vegyesen van, akkor tire 1 is, 2, 3, 4, 5. Oké. Közelik 975. És akkor nézzük még meg azt a padlót. Rugs and curtains, nem. Finishinga. Ezt megveszik, az úgy még sok. Ez 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ez több, mint a ládánk. Hát akkor mit ne vegyünk meg? Jó, majd akkor ebben visszajövünk egyszer csak. Igen, ezeket kérem. Oké, zárjuk be a szalont, azt mondja. És azon kívül, hogy fizettem, hol az áru? Oké, még egy dolog. Fogd ezt, segíteni fog neked. Reméljük. Fogd ezt. Nem kell érte fizetni. Akkor adunk-e pénzt, vagy nem? Nem adunk pénzt. Elfogadjuk. Barát gesztusból elfogadjuk. Oké. És mit fogadtunk el barát gesztusból? Zárjuk be a szalont, azt mondja. Most már be tudunk zárni. Na, és akkor lett egy kalapácsunk. Oké, ki szemére tudsz szabni, hogyha a szalonod be van zárva. Vedd fel a túlt a menüből, az van a kezünkben már. És a interakciálja a kijelölt objektumokkal. Gével jön be a store-unk. Illetve tabalát láthatunk a saját inventory részünkre. Cseréld ki vagy szab szemére a kisebb bútorokat, az interakciója az O. Elrejtheted a régi bútorokat, ha nyomva tartod az F-et. És P. Oké. Három furniture-t cseréljünk ki. Igen. Van itt sok minden, kérem szépen. Az ott egy fal. Ezt itt nem tudom kinyitni. Konsumizálni az egész padlót lehet. Jó, akkor először azt csináljuk, amit kér, mert megint bele fogunk bugolni. Tudunk menteni ilyenkor? Még mindig D0-ba vagyunk, azaz délután 4 van. És akkor replay the want. Konsumizálás. Confirm 1. Algom 2. Jó, azzal letárolni tudjuk. Oké. Oké. Akkor tab. Itemek.
Furniture and More, hol? Van egy ilyenünk. Hát ki. Jó, te itt leszel akkor ezen túl, mert ide be vagy bungolódva. Nincs. Oda. Oda. Körbeülik. Akkor megint csak furniture, minden. Van itt egy ilyenünk. Oda. Csak a customizálás. Oké, készen van, sikerült. Beszéljünk Casey-vel. Azt mondta, hajjáj. Adjunk neki valami italt. Ez mentésért kiáltott. Na, kell neki 3 cent whisky. Tessék. Csak úgy natur, jó erősen, tessék. Azt mondta, hogy kösz. Vele, az első. Nek ott van. Nem mondta nekünk didn't we, hogy mi van? Miről? Rendben, rendben van, mindegy, hamarosan kereslek, ez a kulcs kinyitja. Lehet ott valami értékes. Önöt fizetsz nekem, mert testekér? Találunk valamit, és ha a sheriff nem lő nagyot. Sounds fair. Felül hangzik. I think so too. One more thing. Gondolja, még egy dolog. És úgy gondolta, hogy eddig rendben lesz. I won't be checking their pulse if you know what I mean. Ellenőrizd le a pulzusát. Oké. Elkaptuk. You mean? Oh. Never mind. Oké. Most hova megyünk? Check what the key opens. Nézzük meg, mit nyit a... Mit nyit vajon? Van itt fent esetleg valami? Zárva. Nyitva van. Ez itt egy bármi és akármi. Oké, itt látszólag nincs semmi olyan. Kéne neki valami hely, ahol tud lefeküdni, aludni. Na, ott lent valamit már jelez. Bezárjuk. Az nem. Ja, hogy akkor itt ezt hátra tudunk erre jönni, igen. Itt volt tég egynyit. Oké. Mi ez? Az irodád? A jövőben használott raktározása a trófeáknak, és követni a dolgok folyamatát a szalomban. Jó, most pihenj le. Oké. Mentsünk egyen. Ez is érdekes így.
Edith, dear Simon. Minden rendben van a gyereked, de Lanyuci nagyon beteg, nincs jól, ma nem fog sokáig élni. Megígérted, hogy tedd neki, hogy nem fog szinni. Nagyon reméljük, hogy ez így lesz, szegény kicsi testvéreid. Ők győztek téged rosszul. They beat you so badly. De ez nem a te hibád, hogy velünk rosszul bántak akkor, aha. You can't force people to come. Nem lehet erőszakkal az embert. To pray them, Mr. Loki, how hard you, milyen kemény, és próbálsz elfelejteni te kicsid. Minden szeretettel, Elizabeth, te tudod, hogy jössz. Tudod, ha kijössz, akkor mindig itt leszünk. Aha. I'm sorry, Elizabeth. His luck ran out. Elkifogyott a szemcsokat, az elődünk volt. Irány aludni. Most akkor feladatunk, vagy aludjunk, vagy nyissunk ki. Téged nem lehet kinyitni. Veszítővas. Nem. The Unbroken Safe Corporation, a törhetetlen safe, vagy páncél az vége. Na, de akkor ez is már itt hátul nyitva van. Megült konsumidálásban nem lehet ezeket a szarokat eltűnte? Nem. Oké. Okay. Itt vannak különböző keresős hang hatlábmérő, voice from 6 feet under, az úgy korrekt. Akkor mit lehet meg itt személyre szabnunk? Például konstumizálás, semmi. Padlóra, semmi, főleg ha a padlót jelölném ki, semmi. Oda, semmi. Oda se korlát. Most ezeket vagy nem vettem még meg, vagy fene tudja. Mink van. Az a falfestés. Oké, akkor a fallal tudunk mit kezdeni. Kosztumizálás. És akkor erre tudunk átváltani. Jerseyből Fargo-ba. Oké. Tékre nincsen megoldásunk. Hát a többit venni kell ezek szerint. Mert akkor amink van. Egy bútor, három régi asztal. Ezeket is le lehet akkor rakni. Ezek szerint. Ékek. És akkor van, aki a régi asztalhoz fog ülni. Akkor kár volt vennünk széket. Egyébként csak a dizájnt változtattuk le, ezáltal kicserélte magát a terméket, adott magát a bútor darabot. De mégis... olyan lett, ami... Jól, akkor most van fölöslegesen egy csomó jenünk. Jó, téged felkapunk és ide átrakunk. Ide rakjuk le azt az egy darab ilyen tomót. Ő nem lehet. Oké, hát akkor nem rakjuk le. Menjünk el aludni. Mentsünk egyet még. Este 60.
rendszeren. Nyitottunk új recepteket, meglett a archivment, gin, stb. Valami lett velük. Idő elpörögve. Most ellenőrzem, mi történt a szalomba. Hát itt szétrobbantak dolgok. Oké. Lára voltunk az éjjel. But for locals, it's more of a suggestion than a rule. Szabályok nem nagyon vonatkoznak rá, úgy gondolja. Igen. Akkor beszélgessünk. Miért köszönt ilyen korán? Jó hír, régi John Morris meghalt. That's good news. Ez jó hír. Neked igen. Nagy pénze volt ott. What's available? All sorts, tables, chairs, röviden asztalok, székek, ágyak, festés, trofiák, minden. Voltak, vadászott, talált dolgokat. Said he'd swing by here after. You know each other? I mean, you and Earl? Sure. Him and Addy, they lived here up until recently. Earl's a bit on the shy side, but he's got a heart of gold. Give him a chance. Ez beátterbe halljuk, hogy halnak meg a dolgok, esnek szét. Össze-vissza recseg, ropog minden. Did it sit well with you? Ebédre ma mást akar? Then stop by any time. In return brought you these pints. From a trader trying to make beer a thing here, it didn't take. Could use them. Just what I needed. What the heck was I doing? Tényleg nem tudom mi. Miről csipognak. Glad I could return the favor. Lássuk címszóval. El is ment, új recept megvan. Glass of cider. Unpack the mugs. Rakjuk ki a bögréket. Oké. Hova kellenek a bögrék? Ide? Oda mennek. Aki a korsók kirakva. És ok ki a szalonta, azt mondja. Tegnap itt hagyott kaja. Hát ez továbbra is forró, úgyhogy abban nincsen gond. Még 6 adag van benne. Azt mondja, van új recept. Igen, whisky, Stonefenge. Igen, oldfashioned, hiányzó összetevők. Gin, nincsen ginünk. Oké. 15 font bor. Pint of glass. Oké, hát akkor először nézzük meg, hogy tudunk-e venni alapanyagot, nem nyitni akarok. Cheyenne, I brought you some supplies from the big city. Come and see. Oké, közben ott dumál, hogy mi van. Hát alé jöttem. Na, tidert föltankoljuk, whiskyt föltankoljuk, lemon az úgy jó, gin. Íz. Oké, van egy beef. Butler. Vagy butter, bocsánat. Organ meat. Artek. Potato, onion, karot. Akkor tudunk mást is főzni. Cayenne pepper. Lemon juice. Sugar, beans. Kérdés, hogy ez 10 kiló vagy 10 szem babot takar. Oké, legyen mindenből tízünk. Szerencsére a marahús sem drága. Jó, azok maxom. Ez 15 pénzbe kerül. Confirm. Oké. Ebből lehet
egy darab láda, ami 40-es. A fél bevisszük, tankoljuk, amit kell. Oké. Citrom. Víz. Vaj. Hova raktuk a vajat? Mert hogy itt van akármi tároló. Cukor, nincs ilyen az item ebbe. Ebbe van a vaj, nem hinném. Itt a vajtároló. Oké, hústároló. Organ meats. Biztató helyen van. A kenyér. Ez a répatároló. Krumpli. Onion. Potato. Beans. Oda föl vagy ide le. Le. Az ebbe sincs. Hard track storage. A kex. Oké, és ez üres. Ki akkor dobd ki a kukába, nekem úgyis jó. Én ennél többet vettem, úgyhogy valószínűleg van ott még cucc. Van hát. Itt van még egy 40-es láda. Szerencsére jelz, hogy mit hova lehet rakni. Karott. Oké. Bínek. Papkonzervek. Potétó. Onion. Az hagyma. Van majd tök. Köszi. Akkor ide jön a paprika. Van még, amit ki tudunk tárolni. Nem mindent jelez. Beef storage. Beef oda mehetett. Oké. Ide meg a lemon juice, citromlé. És akkor két cukor még. Ez is kuka, ez is kuka. Maradt még ott tárolt cuccunk, amit vettünk. Persze, hogy maradt, mert rengeteg mindent vettünk, meg ott egy csomó hús van itt. Ami szintén mehet ide bele. Ide föl. Beef storage. Oké. Diskuka. És akkor más már nincs. Jussunk meg. Várjuk az új embereket és szolgáljuk ki. Várjuk meg Art. Na de. Úgy látszik, hogy akkor a játék észhez tért, a mentésünk volt bebagolva. Aminek nagyon-nagyon örülök, hogy életre kelt. Úgyhogy egy újrakezdés megoldotta a dolgokat, úgyhogy folytatjuk, remélem fogjuk tudni. Még van egy kicsit a prológusból, és akkor... Ha úgy van, találkozunk legközelebb, remélem tetszett, ha igen, ne felejtsetek el jelezni, és sziasztok!